Nemzeti sorstragédiánk a trianoni döntés 104. évfordulóján kedden 17 órakor az Országzászló Védnöki Testület, a Fejér Szövetség, a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a Válasz, katonai hagyományőrzők, cserkészek, diákok és szépszámú székesfehérvári emlékezők népesítették be a Schmidt Ferenc az építész legenda által megálmodott teret, amelyet Rimanóczi Gyula szobrász alkotása díszít, és amely a város jóvoltából méltó helye a trianonra emlékezőknek. Szellem és ne hús tegyen magyarrá, s nőjünk az ég felé, testvérnépek közt, mint a fák, kiket mennyből táplál a nap. Babits Mihály Eucharisztia című versének záró soraival köszöntöm mindazokat, akik megtisztelték a város egyik legméltóbb megemlékezését, Trianon, a trianoni gyalázatos döntés 104. évfordulóján. Az országzászlót Brückner Előd atya szentelte fel és áldotta meg, majd ifjú Hegedűs Lóránt református lelkész beszédét hallgathatták meg a résztvevők, aki a trianoni döntésről szólva úgy fogalmazott, mindennapjainkat, minden megnyilvánulásainkat és lelki rezdülésünket azóta is alapjaiban határozza meg. Minden nemzet akkor tudja betölteni Istentől nyert élethivatását, hogyha emlékezik arra a múltra, amelyet Isten által adott kegyelmi ideje szerint megélhetett, ebből táplálkozva, a tanulságokat levonva, a rosszat elhagyva, a jót viszont megbecsülve és követve, az isteni jóság, igazság és szépség hármas egységének látása szerint közelít a jelen valóságához. 1920. júniusában a Fejér megyei napló így írt: Hungária gyászba öltözött, mert széttépték fejedelmi palástját, és sorsot vetettek rá, mint a keresztre feszített Krisztus köntösére. A résztvevők ennek tükrében hitet tettek a trianoni gyalázat évfordulóján magyarságok mellett, így segítve önmagukat, a Kárpát-hazában élőket.